Nyílt nap volt az aszódi járási hivatalban november 28-án. Az érdeklődők erdészeti, földhivatali, gyámügyi, munkaügyi kérdésekben is tájékoztatást kaptak a szakhatóságok szakembereitől. Az ember önmaga is az egyik legfőbb károkozója az erdőknek, azzal, hogy odahordja a szemetét. Ezt nem kell különösebben taglalni. A kiránduló, hogyha elviszi magával mondjuk a teli hátizsákját, akkor az üres zacskóit is biztos, hogy haza tudná vinni. Aki pedig az erdőbe hordja ki a szemetét, az pedig azért teszi, mert ő nem jár arra többet, és hogy ő akkor nem látja, az olyan, mintha nem lenne. Ez nagyon hangsúlyos, hogy ezt semmiképp se tegyétek. És akkor vannak még olyan biotikus a nagy vadállományon kívül károsítói az erdőnek, amik általában kiegyensúlyozottan az erdei életközösségnek a részét képezik, de vannak ilyen túlszaporodási időszakaik, amikor látványos károkat okoznak az erdőbe. Itt a gyapjas pillének a hernyóját láthatjuk. Egy pár évvel ezelőtt ezek a kis hernyók annyira elszaporodtak, hogy a Balatonfelvidéken, Bakonyban nyáron lomtalan állapotban legelték le a öreg fáknak a koronáit. Tehát úgy nézett ki a tájkép, mint a téli erdőben. Az országban összesen 198 székhelyen pillanthattak bele a járási hivatalok tevékenységeibe az állampolgárok. Aszódon is sokan voltak kíváncsiak a programokra. A nyílt napnak a célja az új járási rendszernek a megismertetése, a járási hivatalokban történő munkavégzés, az ott működő szakhatóságoknak a tevékenységének a bemutatása a lakosság részére, és nem csak a felnőtt lakosság és az ügyfelek számára, hanem a diákoknak, középiskolásoknak, általános iskolásoknak. Amint ezt mögöttem lehet látni, az általános iskolás gyermekek elkészítették ezeket a rajzokat, hogy az ők is buksiukban mi fogalmazódik meg a hivatali ügyintézésről, a járási hivatalok munkájáról, és ezeket a rajzokat továbbították hozzánk. Mi természetesen a hivatal dolgozóival együtt ezeket értékelni fogjuk, és a helyezéseket rangsoroljuk, ajándékokkal fogjuk majd jutalmazni, nem csak a helyezetteket, hanem az összes kisgyereket, aki megtisztelte azzal, hogy a hivatalba beküldte azokat a rajzokat, amelyeken lehet látni, hogy a kiskorú gyerekek körében mit is jelent a hivatal. Ugye a nyílt napon szó esik a jó állam fogalmáról is. Mit jelent ez konkrétan? Hogyan lehet közelebb hozni a szolgáltatásokat az emberekhez? Valóban a jó állam fogalma az nem csak egy szlogen, hanem ténylegesen, tevőlegesen is mind a kormányzat, kormányhivatal és a járási hivatalok tesznek-e cél érdekében. Ez a program már 2010 ősze óta folyik magyari program keretén belül. Megfogalmazásra került, hogy a jó állam egyrészt hatékony is legyen, ügyfélbarát is legyen, közelebb hozzuk az igazgatási folyamatokat, az állami szolgáltató tevékenységeket a lakossághoz, és nem csak az a elsődleges cél, hogy az ügyfelek felé udvarias és egy más aspektusból történő ügyintézési metódus legyen, tehát nem a hatalmi viszonynak az exponálása, hanem egy partner viszonya, hatóság, az állami akarat és az ügyfelek között, hanem egyrészt az átláthatóság is, mert ugye ezt megelőzően különböző szakhatóságok, különböző illetékességi területeken dolgoztak, és sokszor ebben az útvesztőben nagyon hosszú ideig tartott, míg egyáltalán az ügyfél megtalálta a hivatalt, és nem az, hogy elintézte az ügyét. Itt most egy egységes kép fog kirajzolódni, főleg 2014 nyarától, amikor a kormányablakok minden járásban kialakításra kerülnek. Ott tulajdonképpen nagyon nagy számban tudnak az ügyfelek ügyeket érdemben, azonnal, határidővel, csúszással intézni, illetve az ügyeiket bármilyen állami intézmény felé történő ügyben próbál eljárást indítani, abban a kormányhivatal, a kormányablakok segítségükre.
részére lesznek. Tehát egy szervezeti tisztulást is jelent, és az ügyfelek számára egy rapid ügyintézési metódust fogunk ezzel biztosítani. Ugyanakkor jelenleg nem minden egyes állampolgár, nem minden egyes ügyfél érzi az egyes szakhatóság munkáját, hiszen nem kerül velük napi kapcsolatban. Itt viszont ma megismerkedhet több szakhatóság munkájával is. Igen, pontosan ez a cél, mert különböző nagyságú járások vannak. Az Aszódi járási hivatal 11 településével országos szinten a közepes nagyságú járásokhoz tartozik, közel 40 ezer embernek az ügyeit intézi. De lényegesen nagyobb járások is vannak, mint a szomszédságunkban a Gödöllői járási hivatal, ott több mint 120 ezer fő tartozik az illetékességi területéhez, és ugye a hosszú távú cél az, hogy minden járásban lehetőség szerint egyre több szakhatóság, illetőleg majd minden szakhatóság jelen legyen majd valamikor. Tehát ez pénzkérdése, kormányzati döntés kérdése, de addig is, hogy mely szakhatóságoknál milyen jellegű ügyeket lehet intézni, azt a célt szolgálja a mai nyílt nap, amit lehet esetleg egy speciális workshopnak is nevezni. És rendhagyó osztályfőnöki óra is van, itt gondolom a diákok kérdeznek is, amellett, hogy tájékoztatást is kapnak fontos ügyekben. Mindenképpen fontos, hogy a diákok már tájékoztatást kapjanak arról az ő életükben is jelenlévő nagyívű közigazgatási reformról, hiszen akik most ezen a rendhagyó osztályfőnöki órán részt vesznek, a középiskolás hallgatók végzős, illetőleg harmadik osztályos tanulói, ők konkrétan a pályaválasztás előtt állnak. Ahhoz, hogy ebben az irányba is el tudjon mozdulni az érdeklődésük, szükséges a figyelmet felhívni, hogy az ő környezetükben milyen lehetőségeket kínál a kormányhivatal, illetve a járási hivatal, és nem csak a lehetőséget, hanem azt a speciális életpályát is igyekszik ezzel a rendezvényel a kormányhivatal a fiatalok előtt felmutatni, mert alapvetően ez egy kiszámítható, sajátos, és ez a sajátosság abban mutatkozik, hogy itt többlet kötelezettségek, meg többlet jogosultságok vannak, viszont a többlet kötelezettségek mellett van egy nagy biztosíték, hogy aki ebbe a rendszerbe bekerül, akkor hosszú távra tervezheti az egzisztenciáját. A mai tapasztalatok alapján a diákok, a fiatalok mire kíváncsiak? Nehéz kérdés, mert az ő fantáziájuk azért szárnyaló és szerteágazó. Az szakhatóságok felé történő látogatások alkalmával most én azt tapasztaltam, hogy azok a szakigazgatási szervek élveznek elsődlegesen nagyobb látogatottságot, ahol valamilyen természettudományos területtel kapcsolatban vannak. Tehát az erdészet, a növényvédelmi hatóság, de meglepően és jó érzéssel vettem tudomásul, hogy a munkaügyi kirendeltségek tájékoztató orientációs előadásán is igen sokan vannak. Tehát valószínű, hogy a fiatalok a jövőbeni életútjukat most már kezdik felelősségteljesen megtervezni. Dr. Szebenyei Zsolt hangsúlyozta, a járási hivatalok kialakításával az államigazgatás ügyeket leválasztják a jegyzői hatáskörről. Ebben a közigazgatási reformban a változás az akként történik, hogy az államigazgatási ügyek leválasztása kerülnek a jegyzői hatáskörüktől, tehát a jegyzőnél azok az ügyek maradnak meg, elsődlegesen amelyek helyben intézendők és a helyi szabályozás alá tartoznak. Az államigazgatási ügyek, amelyeket az ország különböző pontjaiban ugyanolyan szinten, ugyanolyan minőségben egységes döntési protokoll alapján kell elbírálni, azokat kénytelenek igénybe venni. Itt most egy érdekes a jogi szabályozásban egy érdekesség mutatható, mert részben a kormányhivatal ugye a területi igazgatásról beszélnek, a járási hivatalok kialakításnál pedig a helyi igazgatási feladatokról. Tehát itt úgy néz ki a járási hivatalnak a feladata, hogy a tulajdonképpen azok a hatáskörök kerültek át, amelyek a körzetközpont jegyzői láttak el. Tehát helyi igazgatási funkciókat képviselünk, tulajdonképpen a kormányzati akaratnak, illetőleg az állami szervezetrendszernek a végpontjai. Jelen pillanatban mi vagyunk, de igazából majd a kormányablakok lesznek.